Adventi jótékonysági rendezvényt szervezett a Hiéroteosz Egyesület a Megyeházán. Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családok átmeneti otthonaiban élő gyermekek és az intézmények képviselői vettek részt. Így például érkeztek vendégek Nyírpazonyból, Balkányból és Tiszalökről is. A karácsony az mindig valamilyen különbözést jelent, valamilyen olyan csodavárást, amelytől egy kicsit szeretnék megkülönböztetni a hétköznapoktól, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. És ilyenkor adunk egy picit magunkból is, és adunk egy kicsi szeretetet is, ahogy a mai rendezvény is egy csöpnyi szeretetről szól. És talán a megfogalmazás nem is a legjobb, mert a szeretet az talán leginkább egy gyertyalángjához hasonlítható, amely gyertyalángot ezer felé osztunk, akkor is megmarad ugyanannak a lángnak, sőt, talán még több is lesz belőle. Az ünnepségen ajándékot is kaptak a gyerekek, mintegy 300 belépőt osztott ki az Egyesület a Nyíregyházi Állatparkba. A Hiéroteosz Egyesület eredményes és tartalmas évet zár 2018-ban. Erről Kapin István elnök beszélt. Hála jó Istennek, ahogy az elmúlt években is rövidke pályafutásunk szűk 10 év alatt, ebben az évben is arról beszélhetünk, hogy az eredeti küldetésünk, hogy közélet, család, egyház, társadalmi felemelkedés, az minden területen működik. Nagyon sok tábort szerveztünk, mind a anyaországi, mind a határon túli fiataloknak, fiatalházasoknak, felnőtteknek. Futnak generációkat összekapcsoló programjaink, amelyben fontos, hogy nagyszülő és unoka gyerek együtt a megyében, hogy a kulturális közfoglalkoztatás programját idén is sikerült, remélem még néhány nap van hátra, örömmel nyugtázni. Az ajándékok átadása után Buzogány Béla színháza a Szép Advent című előadással kedveskedett a gyerekeknek.